Jó estét, tiszteltel köszöntöm Önöket, az Egyenes Beszédet látják, Rónai Egon vagyok, maga is legenda, de most az Úszószövetség elnökeként van itt első vendégem. Jó estét kívánok, Bladár Sándornak. Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget. Nagy sorozatban van az úszás Magyarországon, szerintem ilyen pontokba szedve, hogyha felsorolja azt, hogy mi minden történt az elmúlt hetekben, és mi minden történik majd a következő években, mert láttunk már valamit ebből, az nem haszontalan. Én nagyon büszke vagyok, és örülök ennek a lehetőségnek, hogy elmondhatom. A Magyar Úszószövetség aktív részese lehetett idén a Champion Swim Seriesnek, amit Európában elsőként mi rendezhettünk meg. A FINA új versenysorozata volt, szerintem rendkívül jó sikerült. Ezt követően a KKBK-val közösen, illetve őket segítve... Ezt fordítsuk azért a nézőknek. Füries Balázs által vezetett, államtitkárság által vezetett pályázati bizottság, nevezük így. A MUSZ megadta azt a szakmai támogatást, ami vezetett ahhoz, hogy 7 pályázó ország közül 2027-ben Budapest nyerte el az elit felnőtt világbajnokság színhelyét. Visszatér a VB Budapest. Visszatér a VB, 2 olimpiai ciklus után. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 2 csodálatos világkupát rendez a Magyar Úszószövetség, Magyarország. 34 ország volt legutóbb Füreden. Itt vagyunk most egy guangzhoui világbajnokságot követően, és előtte 2 héttel 137 ország részvételével egy junior világbajnokságnak, augusztus 20-ától. Hány emberrel kell foglalkozni? 1100 versenyző jelentkezett be, tehát ennyi még nem volt soha. 6200 vendégészakánál tart körülbelül a program, csak összehasonlításképpen Indianapolisban 86 ország vett részt, most 137-en vannak. Óriási esemény lesz, ez egy szakmai verseny, ha lehet mondani. Ezekkel a versenyzőkkel fogunk találkozni majd 2 év múlva, vagy akár 2027-ben a budapesti VB-n. Meg hát az olimpia. És hát még ugye akkor utána van még egy medencés világkupánk, tehát elég sűrű a program. Ebben ez a guangzhoui VB, ez mennyit ér? Ez a legfontosabb, akárhogy is nézzük ebben a sorozatban, az 90. Évjekben, nem? Hát mondjuk, hogyha a pályázatot leszámítom, akkor azt mondom, hogy 90%. 5 aranyére, mennyivel számolt előtte? Én leírtam a Risto Éva Facebookján előtte, föltett egy kérdést, hogy ki hány aranyéremre számít. Én leírtam, hogy 4+1, valahogy zsigerből. Abszolút zsigerből megéreztem. Én egyébként erre számítottam, és külön-külön is el kell mondjuk, hogy minden egyes világbajnoki aranyérem különleges a maga rendszertanában. Azért Milák Kristóf megdöntötte Phelps cápadresszes világcsúcsát, tehát ez foglalkoztatja mai napig is a világot, és ez nem túlzás, hogy valóban ez egy központi téma, hogyha sportról beszélünk, vagy úszásról beszélünk, nem érti senki. Én értem, 2 embert láttam eddig életemben, Egerszegi Kriszta volt az egyik, a másik Milák Kristóf, akit szeret a víz. Végez egyszerűen száll. Az mit jelent? Ezt egy úszó talán meg tudja magyarázni. Ezt lehet látni. Én már hallottam ezt a kifejezést, de ez mi? Az, hogy az Egerszegi Kriszta is annak idején azt mondta nekem, még Tuli Gyuri, hogy gyere Sanyi, nézd meg ezt a kislányt. Kriszti, lökd el magad a faltól, de nem mozdulj meg. És a leány átment a medence másik partjára, 25 méter, és ugyanazzal a siklási sebességgel ért célba a másik oldalon. A Kristóf is ilyen, hogy száll a víz. A testének nincs ellenállása a vízben? Nincs ellenállása. Tehát, hogy a testi adottságok 100%-osak, tehát megvan a nem kell tehetség. Ő maga az. Így van, tehetség. Van egy kiváló edzője neki, aki szerintem egy talentum, Selmeci Attila, és van egy sportegészségügyi háttér, ami idén márciustól indult meg, erre büszke vagyok, hogy Merkeli rektor úr vezetésével végre 30 év után magyar úszás kapott egy megfelelő sportegészségügyi hátteret. Ezzel és, most és azt minden... mondta, hogy amit Milák tud, meg amit Egerszegi tudott, az a része a sportnak az, ami nem tanítható. Tehát, hogy erre születtek, és hányan lehetnek, akik erre születnek, és nem tudják, akiket meg kéne tanítani úszni, hogy kiderüljön. Az igazság, hogy ezért kell ugye egy bázisát megteremteni a magyar úszósportnak, mert ebből a bázisból lehet ezeket megtalálni, kiemelni. Azért Németh Nándit is, ha említsem meg, ugye 18 évesen a világ 6. leggyorsabb úszójaként egy siófoki
szállodai medencéből került ki, ott az ottani úszómester azt mondta, hogy menjél föl, fiam, tehetséges vagy. Az élet ilyen véletlenszerű. Aztán... Hát és Kapás Bogi, és Rasovszky, hát és persze Hosszú Katinka, tehát hát ott ugye... kit szeretni. Igen, tehát ugye itt Milák, után Rasovszky, hát Rasovszky, elmondtam valamelyik nap, hogy tényleg a, micsoda, rumogtatja a motorját, ezután fog beindulni, és azt szerintem egy nagyon jó hírvívője az országnak, hogy 25 percen keresztül azt mondják, hogy Rasovszky Hungary, és nagyon szépen közvetítik egyébként a nyílt vízi versenyeket. Kapás Bogi, másik kedvencem, 9 év után feljutott a csúcsra, és hát Katinkáról nem kell beszélni. De hát róla hát persze lehet hosszú órákat, patetikusan és nem patetikusan is beszélni, hogy egy unikum, vagy etalon, vagy egy csoda. Sokan aki... mondták, hogy nem fogja kibírni Tokióig. Te most már látod, hogy kibírja? Végig csinálja, és ugyanilyen sikeres? Teljesen biztos. Láttál olyat? Tényleg csak nevek. Aki majd Hosszú Katinka lesz 5-10 év múlva? Tehát a fiatalok között volt olyan, akire felkaptad a fejet, hogy hoppá. A lányok közül most még nem látjuk. Nyilván Késely Ajnát meg kell említeni ebbe a kontaktusba. Kiváló, csodálatos. De azért nagyon-nagyon sokat kell még dolgozni ahhoz, hogy ott legyen. Lányok közül nincs. A fiú felhozatal az most sokkal jobb, mint évekkel korábban. Ugye itt lehetett hallani Rasovszky, Milák, Németh Nándor, sort lehet folytatni még tovább. És örülök ennek egyébként, mert Rióba jellemzően azért a lányok vitték az eredményeket is. Na jó, jön a fekete leves. A nézők egy része úgyis azt várja, hogy valahogy reagáljon erre, és mondjon valamit hivatalosan az elnök. De van erre már hivatalos mondat? Hogy Kenderesi Tamással mi történt, mi történik majd, és mi lesz a következmény? Én azt gondolom erről a történetről, hogy tényleg én megköszönöm a médiának azt a hatalmas munkát, amit végzett a Guangzhou VB alatt, hogy elhozta önöknek, nekünk, mindenkinek. Itt a taxi sofőrrel is beszélgettem idefele, tehát ő is mindent tudott a Guangzhou VB-ről, tehát eljutott nagyon sok emberhez. Ez a csoda, amit mi ott egyébként megértünk, de azt is úgy gondolom, hogy el kell mondjam, és én elmondhatom, hogy a média azért ebbe torzult, ennek van ebbe az egész helyzetbe van azért a médiának egy felelőssége, hogy megint egy olyan ember fölött ítélkezünk már, aki még mindig valahol az óceán fölött repül Magyarországra. A média talán nem ítélkezett, tehát a közösségi média az ítélkezik, mert ott ugye bárki megírhatja a véleményét, és az szabad. Én azt nem olvastam a médiában, hogy valaki ítéletet hozott volna. Kérdések merülnek fel, számtalan sok kérdés. De mégiscsak leírtak valamit, hogy szexuális zaklatás, mert... Hát a koreai sajtó, dél-koreai sajtó így kezelte. De azért ezt szerintem így kitenni az erős. Én azt láttam volna helyesnek, hogy előbb kérdezzük meg, vizsgáljuk meg, odaállítjuk egy fegyelmi bizottság elé, várjuk meg a jegyzőkönyvet, és amikor ezek megvannak, akkor hozunk ítéletet. A koreai rendőrségi jegyzőkönyv mérvadó lesz az úszószövetség vizsgálata szempontjából, vagy ettől függetlenítik magukat? Én azt gondolom, hogy igen, abszolút, mert nekem én azt mondtam korábban is, hogy egy dolgot nem engedhetünk meg magunknak, hogy hazudunk. Tehát itt azért mégiscsak lesz egy jegyzőkönyv, és ezt semmiképp sem szeretném, hogy van egy elmondás, egy meghallgatás, és akkor kapunk majd 2 hét múlva Guangzhou-ból egy jegyzőkönyvet, ami nem ezt mutatja. Tehát a fegyelmi eljárás mindenképpen zajlik le, ameddig az a jegyzőkönyv nincs. Így van, tehát ezt megvárjuk, és én úgy gondolom egyébként, hogy nem ismerjük 100% pontosan a részleteket. Itt mi kiadtunk egy közleményt ezzel kapcsolatban, de azt is meg kell érteni mindenkinek, hogy ő egy olimpiai bronzérmes úszó, aki letett valamit az asztalra, szurkolt érte a fél ország, beszéltek róla heteken keresztül, és most azért mégiscsak egy olyan helyzetbe hoztuk, hogy egészségileg, testileg jól van, de mentálisan nyilván nem. Tehát ne akadályozzuk az ő tokiói felkészülését egy ilyen buta helyzet miatt. Nyilván hát azt kellene meg tudni, hogy butaság történt, ráfogtak valamit, vagy csinált valamit, de ez talán a jegyzőkönyv alapján majd kideríthető. Az helytálló, hogy ez egy óvadék volt, tehát nem a büntetést szabták ki, hanem a távozást. Nem, ez egy téves, tehát nem óvadék, ez büntetés volt. Tehát ott lezajlott a vizsgálat, ez lett a döntés. Így van, tehát büntetés kapott, kiengedték az országból, és azért hadd mondjam el, hogy az úszószövetség ott volt mellette,
akkor este is, amikor a viharra bevitték, azt követően a konzulátus ott volt mellette szintén, mindenben segített, tehát minden segítséget megkapott Tamás, úgyhogy én remélem, hogy ennek nem lesz Guangzhouba folytatása. Itt meghallgatjuk, a videót egyébként volt, aki látta, azt megerősítette egy úszó, akit nem szeretnék megnevezni most. De hogy látta, hogy került? Mert a rendőrségen mellette volt, a csapatvezetővel együtt, és akkor ott bemutatták ezt a videót, tehát ő látta. A videóból mi derült ki? Hát ugyanez, hogy megérintette ennek a... Nem megfogdosta, nem inzultálta a szónak a szexuális zaklatás értelmében, hanem megérintette. Megérintette. Tehát azért mondom, hogy szerkesztő úr, vagy riporter úr, hogy mi valóban tényszerűen és igazságot szeretnénk mondani és bemutatni. A mostani információ az a videófelvételek alapján, amit nekem mondtak és engem tájékoztattak, hogy valóban azt látták a videón, ami megtörtént, vagyis hogy megérintette. Én remélem, hogy valóban ez történt. Ez az érintés, ez hogy tudna leírni? Tehát megsimogatta, megfogta, elment mellette, mi történt? Én nem láttam, de ahogy mondják, és a Tamás is, ahogy elmondta, meg aki látta, hogy elment mellette és hozzáért. Suhintott a szó értelmébe. Hát aha. Gondolom. Hát azért az több egy érintésnél, azt gondolom. De igen, nézze. Plasztikusan megmutatta ezt, köszönöm. Ez így rendben van? Nincs rendben, abszolút nincs rendben. Én szeretném, hogyha a jövőben a sportolóink védelmében egyrészt, hogy az ilyen típusú lokálok, bulizóhelyek, diszkok látogatása az nem fogom engedni. Az olimpiai központok is erről szólnak. Igen, de ott kontrollált körülmények között vannak, itt meg valahol voltak. Tehát én nem szeretném ezt, hogy folytassák, vagy kibulizzák magukat. Másik az, hogy azért ott Guangzhouba volt egy halálos, több halálos áldozatot követelő diszkóbaleset. Tehát egyébként ott voltak magyarok, a női vízilabda válogatott csak azért húzta meg. Tehát nem akarom most ezt folytatni. Tehát azért nem fogom engedni, vagy nem fogjuk engedni, hogy ezek a helyzetek ne fordulhassanak elő. És azt is tudni kell, hogy egy nemzeti szín válogatottat hordó sportolónak igenis vannak kötelezettségei, hogy hazájához méltóan, sportolóhoz méltóan viselkedjen. Egy idegen országban? Nem. Abszolút nem. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Várom vissza jó eredményekkel, jó hírekkel, és persze ennek az ügynek a lezárásával is majd. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.